Ez a ma reggel az M1-en, 7 óra 21 perc. Zajlik a tisztújítás Brüsszelben, egyre több uniós posztra találnak politikust a következő ciklusra, megvolt ugye az EP választás. Tegnap az Európai Parlament úgynevezett szakbizottságainak a vezetőit választották meg, vagyis részben választották még csak meg őket. 22 ilyen szakbizottság működik, meg is mutatjuk ezeket. A külügyekkel, igazságügyi témákkal, gazdasági témákkal is külön foglalkoznak. 3 ilyen bizottságban magyar politikust is beválasztottak. Mutatjuk ezeket is. Deutsch Tamás a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban lett alelnök. A biztonság és védelempolitika területén Gál Kinga is szerepet kapott, Újhely István pedig a Közlekedés, illetve Idegenforgalom Bizottságban lett alelnök. Brüsszel Baraszka Eszter a folytatással. Mutattuk, hogy kiket választottak már meg a magyar EP képviselők közül, de vannak, akiket nem, vagy még nem választottak meg. Hogyan működik ez a rendszer, és mi történik? Szervusz, jó reggelt kívánok! Hát azért nem választottak meg mindenkit, és ez tulajdonképpen eltér a hagyományoktól és az itteni szokásoktól, mert baloldali és liberális pártok a fideszes képviselőket politikai karanténba akarták helyezni. Ez bizonyos helyeken, mint tudjuk, Deutsch Tamásnál és Gál Kingánál nem sikerült. A másik 3 esetben még várunk arra, hogy sikerrel járnak-e vagy sem, harcol ellenük az Európai Néppárt. Az a helyzet ugyanis, hogy normális körülmények között ezeket a szakbizottsági vezetői tisztségeket lényegében elosztják egymás között a pártok 2 etapban. Egy erős orrend alapján először a frakción belül egyeznek meg arról, hogy kit milyen tisztségre jelöljenek, és a Fidesz a maga 13 képviselőjével az Európai Néppárti frakción belül egy erős delegációnak számít, majd miután ez a névsor kialakul a frakción belül, akkor a frakcióvezetők ülnek le egymással, és ők is egy bizonyos pontrendszer alapján elosztják ezeket a tisztségeket. Ezt egy belga matematikusról nevezték el, és annyit kell róla mindössze tudni, egy elég bonyolult rendszer, hogy körülbelül ilyen rendszerekkel számolják át pártlistás szavazásokon a leadott szavazatokat mandátumokká, képviselői mandátumokká. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy helyre egy jelöltet jelölnek, és maga a formaság, maga a szavazás már csak formaságnak számít normális esetben, de természetesen ez a rendszer is megfúrható 2 módon, hogy az utolsó pillanatban valaki mégis állít egy ellenjelöltet, vagy pedig, hogyha egy frakción belül minimum 6 képviselő kéri, akkor elektronikus szavazás döntenek végül az adott posztról, ott pedig már lehet természetesen kiejteni az adott jelöltet, akiről egyébként előzetesen megállapodtak. Nos, ez történt tegnap is. Ugye a Libében egy ellenjelöltet állítottak, elektronikus szavazást kértek, a másik 2 helyen, az Alkotmányügyi Bizottságban és a Kulturális Bizottságban pedig az Európai Néppárti elnök abban a pillanatban, hogy megválasztották, hogy ezt elkerülje, lényegében felfüggesztette a szavazást. Szóval ott tartunk most, hogy 3 hely van, ebből az egy szocialista Újhely Istváné, a másik 2 fideszesé, és marad még néhány fideszes képviselő, akit nem választottak meg. Nagy kérdés, most ők időt nyertek ezzel, hogy felfüggesztették a szavazást, hogy az Európai Néppárt hogy dönt majd, illetve a fideszes képviselők hogy döntenek, visszalépnek-e vagy ragaszkodnak a jelöléshez, és ha visszalépnek, akkor mit kérhetnek és kaphatnak cserébe. Közben az Európai Bizottság elnök jelöltje Ursula von der Leyen a frakció képviselőivel találkozott tegnap, ugye a bizottság a legfontosabb uniós tisztség, nyilván ennek a vezetője lehető, hiszen az állam és kormányfők őt jelölték, vagyis azokkal találkozott tegnap Ursula von der Leyen, akiknek még meg kell szavazniuk, hogy ő legyen az Európai Bizottság elnöke. Gyakorlatilag zajlik a lobby? Igen, pontosan erről van szó. Ursula von der Leyen a tegnapi napját az Európai Parlamentben töltötte, és találkozott a szocialista frakcióval, a liberálisokkal, a zöldekkel, és az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójával, és most először tulajdonképpen megismerhettük azt, hogy ő mit szánt prioritásnak a következő 5 évben. Csak néhány címszóban nagyobb beleszólást engedne az Európai Parlamentnek az ügyekbe. Nem csoda, hiszen most éppen az ő szavazatukért lobbizik, harcolni fog az európai minimálbérért, kész támogatni és továbbfejleszteni a csúcsjelölti rendszert, ez megint csak egy gesztus a parlament felé. Azután bevezetne egyfajta jogállamisági mechanizmust minden egyes tagállamra,
az EU szerepét növelni a világban, a bizottságban szeretné a női, a nemek közötti egyenjogúságot hangsúlyozottabbá tenni, és ezért ugyanannyi női biztost szeretne, mint amennyi férfit. Ez nehezen fog menni, ezt eddig mindenki kérte, de eddig nem nagyon sikerült. És migrációs ügyekben azt mondja, hogy a határvédelemre kell összpontosítani, ketté kell választani a menekültet és a bevándorlót, és egyetlen egy mondat a klímacélokról. Itt ő is nagyon elkötelezett, de nem annyira, mint a zöldek, és ezért aztán a zöld frakció tegnap már jelezte is, hogy ők egészen biztosan nem fogják a jövő héten megszavazni. Számíthat viszont nagy valószínűséggel a néppárti szavazatokra, a szocialisták egy részére, és a liberálisoknál is jó néhány szavazatra. Most úgy számolják, hogy a korábbi pesszimista kilátásokkal ellentétben valószínűleg át fog menni a jövő heti szavazáson. Barasz Keszter Brüsszelből, nagyon szépen köszönjük. Zajlik az élet Brüsszelben, napról napra egyre több név derül ki, vagyis folyamatosan alakul a kép, hogy hogyan is néz majd ki például az Európai Parlament, azon belül az Európai Parlamenti Bizottságok, és persze nagy kérdés, hogy a nagy bizottság, az Európai Bizottságnak ki lesz majd az elnöke, megválasztják-e Ursula von der Leyent vagy nem, tegnap erről is egyeztettek már. Kérdés, hogy a következő 5 évben kik vezetik az Európai Uniót. Jön az elemzés. Ifjú Blomnici Zoltán a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ja, Lóránt azt kérdezte Esztertől, hogy zajlik-e a lobby, én pedig most azt kérdezem, hogy sikeres lehet ez a lobby? Mekkora esélye van annak, hogy megszerzi a szükséges mennyiségű szavazatot Ursula von der Leyen? A bizottsági elnökjelölt végigjárja a frakciókat, és különböző ígéreteket tesz. Egy felelős politikushoz mérten természetesen a zöldek számára az Európa megújítását zászlajára tűző és ezt a nevet viselő frakció számára, vagy éppen a szociáldemokrata csoport részére, ugyanakkor nem felejti el, és ebben reménykedhetünk, hogy ő alapvetően egy kereszténydemokrata politikus. A kereszténydemokraták nyerték meg, tehát az Európai Néppárt az európai parlamenti választásokat, és ezzel a testtartással és attitűddel kell viszonyulniuk a választáshoz is, és az elkövetkező 5 esztendőhöz. Azt a politikát a néppártnak be kell fejezni, hogy meghunyászkodik a jóval hangosabb, jóval agresszívabb, és vélhetőleg sokkal inkább az európai zsidó-keresztény hagyományokat sútba dobni, képes, feladni, hajlandó csoportosulásokkal szemben. Ugye tegnap Ursula von der Leyen beszélt arról is, hogy mik a céljai, vagy utalt arra, hogy milyen elvek mentén szeretné ő vezetni ugye az Európai Bizottságot. Például arról, hogy a külső határok védelme mennyire fontos, és a belső határok nyitvatartása, és például ígéretet tett egy jogállamisági mechanizmus ellenőrzésére szolgáló, hát nem is tudom, rendszer kialakítására. Ez mit jelenthet a gyakorlatban? Egyáltalán létre lehet hozni egy objektív mechanizmust, ami ellenőrzi a jogállamiságot, mondjuk a tagállamokon belül? Amikor a Renew Europe csoport meghallgatásán egyébként a magyar momentumos EP képviselő megpróbált a falhoz szorítani a bizottsági jelöltet a 7. cikkely szerinti eljárás, illetve Magyarország tekintetében, akkor egyértelmű választ adott a jelölt arra nézvést, hogy a jelenlegi mechanizmusok is jól működnek, és elsősorban az Európai Bíróságnak a döntéseit kell betartani. Manfred Webernek is volt jogállamisági javaslata, Jean-Claude Junckernek is volt jogállamisági kiegészítő javaslata, de végső soron az intézményi kereteket nem léphetik át ezek a koncepciók. A legfontosabb, hogy az európai bíróság ítéleteit tartsák be a tagállamok, és ebben Magyarország konzekvensen és határozottan azon az állásponton van, hogy a luxemburgi testület döntéseit minden esetben végrehajtja. És akkor nézzük a szakbizottsági helyeket. Ugye a Fidesz-KDNP képviselői mind a 22 szakbizottságban ott ülnek. Ugye tegnap 3 magyar alelnököt is megválasztottak. Miért fontosak ezek a helyek, ezek a pozíciók? Mi dől el ezekben a szakbizottságokban? A szakbizottságokban mindenki jelen van, mint tag. A 751 képviselő
ről beszélünk még jelenleg, helyet foglal ezekben a szakmai testületekben, és egy póttagságot is vállal, tehát kvázi kettős tagság van. De vannak elvek és szokásjogok valóban, mint például a szenioritás elve, tehát ha valaki egy bizottság munkájában egy 5 éves cikluson keresztül részt vett, a következő ciklusa, hogyha bejut az EP-be és jelölik, akkor az általában csont nélkül át szokott menni az ő jelölése. Most ehhez képest egy új rendszer van, azok, akik elvesztették a magyar-európai parlamenti választásokat, azok próbálnak diktálni. Azok, akik egyébként egy szűk, erőszakos kisebbséget képviselnek, azok próbálják befolyásolni az ottani viszonyokat, és háttal a hazájuknak szavaznak, akkor is, hogyha az Európai Parlament alelnöki pozíciójáról van szó, és akkor is, hogyha a szakbizottsági helyekről. Az Európai Néppártot meggyőződésem szerint ez összekovácsolja, tehát arra nem kerülhet sor, hogy a néppárt feladja a saját pozícióit, egyszerűen azért, mert egy újfajta agresszív aktivista politikát kíván meghonosítani néhány olyan képviselő, aki egyébként a szakmaiatlanságát ilyen jellegű akciókkal próbálja kompenzálni. Ugye pont a Momentumos Cseh Katalin büszkélkedett azzal, hogy nem fogják megszavazni a fideszes jelölteket a bizottsági pozíciókra. Mennyire védhető ez az álláspont, hogy nyilván itthon a belpolitikában nem értenek egyet a kormánypártokkal, de ez az Európai Parlament, ők ott, nekik elsősorban Magyarországot kellene képviselni, én legalábbis így gondolom. Ők nyitják ki Pandora szelencéjét. Eddig az az elv uralkodott az Európai Unióban, Strasbourgban és Brüsszelben, hogy bizonyos értelemben az ott lévő képviselők maguk mögött hagyják a tagállamokat, és az európai ügyekre fókuszálnak. A Momentum két képviselője bevitte a magyar belpolitikát az Európai Parlamentbe. Ennek a konzekvenciáit egyébként Strasbourgban, Brüsszelben és Budapesten, Magyarországon is majd mindenképpen viselniük kell, és meg kell, hogy mondjam, hogy 2,5 évre választják például a bizottsági vezetőket, újraválasztás természetesen lehetséges, de Manfred Webernek is van félnivalója, aki számít arra, hogy Sassoli elnök után ő veszi át az Európai Parlament elnöki pozícióját, viszont hogyha felrúgják az összes korábbi szokásjogot, akkor Weber pozíciója is veszélybe kerülhet, ezért meggyőződésem, hogyha van esze az európai parlamenti képviselőknek, és van esze a frakcióvezetőknek, akkor ezeket az anarchista akciókat elnyomják az európai parlamenten belül. Még az Európai Bizottságról néhány mondatban, ugye elmondta Ursula von der Leyen, hogy azt szeretné, hogy a bizottság tagjainak fele nő, fele férfi legyen, és arra kérte ugye az egyes csoportokat, hogy ne, az egyes országokat, hogy mindenképpen két jelöltet állítsanak, egy férfit és egy nőt, ugye magyarországi jelöltje Trócsányi László volt igazságügyi miniszter úr, mellé kellene egy hölgy, Győri Enikő nevét lehetett hallani, aki jelenleg EP képviselő, korábban madridi nagykövet volt. Igen, és még több nevet a magyar belpolitikából is lehet hallani, de ez már nem az én kompetenciám, hogy szivárogtassak. Egy ténykérdés, hogy biztos, hogy alkalmas jelöltet állítottak Trócsányi László személyében is a magyar kormánypártok, egy kiváló jogászról, diplomáciai tapasztalattal rendelkező szakemberről van szó, de hogyha a demográfiai, a földrajzi szempontok mellett adott esetben a női kvóta, mint szempont is meg fog jelenni, akkor valóban ez egy olyan új helyzet lehet, amelyben alternatívaként egy hasonló tapasztalattal és felkészültséggel rendelkező magyar női jelölt kerül a biztosi kollégiumba. Ifjabb Lomnici Zoltánnak köszönjük szépen. Köszönöm én is.